Hajdanában, amikor a gyerekek még fakardokkal a kezükben futkostak, a névsor, akikhez hasonlították magukat, széles volt. Volt, aki Zorro akart lenni, akadt, aki Winnetou, és ebben a sorban bízvást helye volt Robin Hoodnak, a tolvajok fejedelmének is. Különösen a nagy sikerű film után szaporodtak meg a játszótereken az igazság bajnokai. A romantikus történet a hazaszeretetről, a becsületről, a szabadságvágyról mindenkorban, még a szuperhősök által uralt látványvilág korában is vonzó. 12 esztendővel ezelőtt a Szomor György Miklós Tibor szerzőpáros állította színpadra a Robin Hoodot, az élő zenekarral játszott musical tele van humorral. Testvérünk az urban ki a tévére révedsz, sörfelesz, kéjel és csipszet zabálsz, és túl nagy a segget, hogy kalandra égesz, éppen én kaland, hogy drágul a gáz. Messzi Anglia színébe Sherwoodba hívunk, a korai középkor tűnő nyomán, olcsóbb lesz sokkal, mint télen egy síút, és lábtörés nélkül is megúsz után. Ma itt láthatsz egy fickót, ki nem ismer törvényt, csak egyet, hogy mindig a jó mellé áll. Zorrónak, Batmannek, ó angol hősét, ki Robin Hood néven lett, ők meg a Hát ez a hangulat szövi át a látványos darabot, melynek főszerepére egy sokoldalú embert, Kovács Ádont kért fel a rendező. Azt gondolom, hogy az igazságért küzdő ember egy hatalom ellen, az igazságért és egy kvázi kisebbségért, mint ugye a szegény legényekért küzdő ember karaktere, az egy örökérvényű archetipusa az igaz embernek, és hát ezt gondolom, hogy azért, ha nem csukjában és nem íjjal, attól függetlenül még egyéb módon megjelenhet. Nagyon sok hősben benne van Robin Hood egyébként, úgyhogy észre se vesszük. Én nagyon szeretem, mert nekem az első, tehát én nekem életem első színpadi darabja. Én leéltem az életemet előtte a világ tényleg összes színpadán, úgy, mint zenész, mint műsorvezető, mint időnként stand-upos, szóval nagyon sokféle szerepben voltam színpadon, tehát ott otthonosan mozogtam, de mint színész, soha. És a Szomor Gyuri látott ezeken a színpadokon, és azt mondta, hogy hát ezt akkor miért nem próbálom meg. Mondtam, Gyuri, minden felelősség a tied. Nem tudom, milyen színész vagyok, szerintem rossz, én nem is gondoltam egyébként azt, hogy én ezt meg fogom tudni csinálni, úgyhogy én leültem vele, és próbáltam lebeszélni, nem sikerült, és nagyon örülök neki, hogy nem sikerült, mert három hónap alatt egy kiképzett. Úgyhogy nyilvánvaló ez egy szakma, én ezt a szakmát nem végeztem el, viszont egy ilyen gyors talpaló színpadi kurzuson végül is megtanultam, és azóta ez egy belépőjegy volt, mert akik látták, hívtak máshova is, és akkor most már ma 4 darabban játszom szimultán, és elindította ezt az egész színházi világot az életemben, ami az egyik meghatározó lett most, vagy legmeghatározóbb, mert imádom, nagyon szeretem. Ez jobb bárminél. Színészetnek tényleg ez az egyik lényege, hogy valamelyest otthonosan mozogja abban a szerepben, amit játszol. És ebben mindenki meg tudja találni a sajátját. Tehát a Little Johnban például a Steve a humorát tudja csillogtatni, a Petra a nőiességét, és azt a fajta a lágyságnak, meg a keménység, hogy mai nőben kell, hogy lágyság is legyen, meg keménység is. Nagyon nehéz szerep, és ő is ezzel küzd itt ezen a darabon belül. Én tőlem a Gyuri annyit kérdezett, mert én akkor küzdősportoztam, hogy szeretsz verekedni? Mondom, igen. Szereted a csajokat? Mondom, igen. Énekelni tudsz? Mondom, igen. Hát akkor miről beszélünk? Akkor te vagy Robin Hood? És igen, tehát azt kell mondom, hogy ez a szerep, ezt játszani azért volt nekem viszonylag könnyű, mert ezt azt kellett csinálnom, amit szeretek. És ez nem megy másképp egyébként, tehát hogy tudom azt, hogy akik színészetből élnek, szakma szerint, azoknak vannak nehéz pillanataik, amikor olyanokat kell eljátszani, amik nem állnak közel hozzájuk. Én hál' Istennek az a fajta színházi turista vagyok, akinek mindig megadatott, hogy csak jókat kell, csak olyat, ami komfortos, amiben jól érzem magam, olyanra is hívnak, meg olyanokat is vállalok el, úgyhogy nekem ez az egész egy borzasztó nagy kaland, egy nagy játék, és az életem egyik értelme lett. A történet egyik pozitív figurája Little John, akit ezúttal a humoráról ismert Hajdú Steve visz színpadra. A rendező Szomor Gyuri olyan nagyvonalú volt, hogy engedte azt a színészi féktelenséget, ami bennem azért néha bennem van. Az a kis ördög, amikor azt mondom színészként magamnak, hogy nem csak magamat, hanem a társaimat is szórakoztatom, és ez próbán oda csúcsosodik ki, hogy talán a többiek nem tudják mondani a szöveget, leállnak, mert röhögnek azon, amit mondok. És a Gyuri zsenialitása többek között az is, hogy az idősebb ripacsoknak engedi ezt. Hagyja,
és ezért ezek így bele-bele csempéződnek az előadásba, és én talán ezt tudtam még pluszba hozzátenni. Előadás közben soha. Tehát föl vannak készülve rá. Legalábbis én ezt gondolom, de mostanában visszahallgattam egy-két történetet, amit fiatal kollégák mondanak, hogy mit csináltam színpadon. Hát néha szégyellem magam. Szerintem a gyerekek pontosan tudják, hogy miről szól. Tudják, hogy van egy fiú, aki elveszi a gazdagok pénzét és szétosztja a szegényeknek. És valahol mindannyian erre vágyunk, hogy van egy fiú, legyek én az a fiú, elveszem a gazdagok pénzét és szétosztom a szegények között. Szóval szerintem a történet az alapemberi történet, lehet, hogy még a Bibliában is van valami hasonló, amit kiszíneztek Robin Hood történetének, de lenézzük a fiatalokat, hogy ők csak számítógép előtt ülnek és videójátékokkal játszanak, de meg kell mondjam, hogy nagyon nyitottak az ilyen történetre, és egyszer csak azt mondják, hogy figyelj már oda, akkor ez most tényleg arról szól. Tényleg a szolidaritásról szól, arról, hogy egy kis közösség összefog és megpróbál a hatalom ellen küzdeni. Egy ilyen világban, amiben most élünk, hogy háború dúl nem messze tőlünk, volt egy nagyon komoly vírus, amiben senki nem tudott kimozdulni, minket felnőtteket is megviselt, hát még egy gyereket, amit még most nem is látunk. Lehet, hogy 2-3 év múlva fog kiderülni, hogy milyen mentális problémát és stresszt okozott, de színészként azt veszem észre, hogy mostanában, ahogy játszunk, a néző mentálisan annyira ki van éhezve, és annyira le van fáradva, hogy mindennek körül. Ez egy nagy örömjáték, mondja Steve. Olyan kollégákkal vagyunk együtt, akiket régen láttam, nem vagyunk egy társulat, csak arra szövetkezünk ebben a darabban, hogy kikapcsoljuk, és szórakoztassuk a nagy érdeműt.